Apple veszi át. Apple átemeli Kovácsikot, ott van még Vernes, 2-1! A 92. percben megszerzi a győzelmet a Budapest Honvéd, Vernes Richárd a gólszerző. Gratulálok, a góloddal sikerült 2-1-re legyőzni a videóton, Lészes, mesélj erről a gólról. Hát igazából egy előre rúgott labda után Epi nagyon szépen megcsinálta. Azt hiszem területbe kapott egy labdát, megelőzte a kapust, átemelte a kapura, próbálta húzni. A gólvonal előtt luftot rúgott a ellenfél játékosa és ment a kapu fele. Úgymond elvettem Epitől a gól, de úgy éreztem, hogy lehet, hogy jön mögöttem valakit, hogy bekatoltam inkább. Hogy érzed egyébként, mi volt az újabb sikerünk titka, ugye sorozatban a harmadik sikerünk titka? Úgy érzem, hogy ez a két győzelem, kezdve a Debrecenivel, ami nagyon jó játék, a 3-0 idegenben a Debrecen megverni, az nagyon nagy dolog. Ez a két győzelem önbizalmat adott a csapatnak, és elhitte, hogy képesek vagyunk ugye megnyerni a meccseket. Úgy éreztük, amikor nem nagyon ment a játék, hogy a csapatban több van, és hogy előrébb lenne a helye. Úgy érzem, most 3-3-at nyertünk, és jó úton halad a csapat. Viszont ugye túl sok pihenőre nincs idő, szerdán már jön az Újpest, illetve ti mentek ugye Újpestre. Kitartott ez a lendület? Hát nagyon reméljük, a következő héten nagyon fontos hét jön nekünk. Szerdán játszunk a Újpesttel, utána megyünk a Fradihoz. Mind a kettő budapesti rangadó, úgyhogy mind a kettőt szeretnénk sikeresen megvívni.